Sziasztok fiúk, lányok! Ez itt első látásra a Titan Quest Atlantis kiegészítője, ami a napokban érkezett a játékhoz amolyan derültékből villámcsapás jelleggel, ugyanis a Titan Quest idén 13. születésnapját ünnepli. Igen, jól hallottátok, egy 13 éves videójátékról van szó, ami 2006-ban jelent meg. Emlékszem, hogy azon a nyáron elég sokat játszottunk vele a haverokkal, és azóta is az egyik kedvencem ebben a zsánerben, és ez a szeretet mind a mai napig kitart, köszönhetően annak, hogy a játék nagyon jól öregedett, és meglepő módon mai napig kap újításokat. Ez már szám szerint a harmadik kiegészítője a játéknak. Első volt az Immortal Throne DLC, még így 2008 tájékán, aztán utána nagyon sokáig szünet, kijött hozzá egy Anniversary Edition, ami így egybefoglalta a kiegészítőt és az alapjátékot, és aztán 2007 őszén meglepetés erejével így egy Ragnarok DLC így beficcent az akkor 11 éves játékhoz, és most pedig itt van az Atlantis, szóval én így nem térek napirendre, de nagyon örülök neki. És akkor nézzük meg, hogy mi van a játékban alapvetően. Igen, itt van egy 49-es szintű rangerem, amivel így az elmúlt két hétben játszottam, és ő a tanúbizonysága annak, hogy sokat játszottam a játékkal, de ha valaki kíváncsi, hogy hogyan verem végig vele az Atlantis contentet, akkor a stream csatornán megtalálja a két streamet róla, illetve itt az itt infókártyák közé is linkeltem. Na, én arra gondoltam, hogy először is egy tök zsír karakterrel prezentálom, hogy hogyan lehet eljutni a kiegészítő tartalmáig, ha most valaki most ül le először játszani a játékkal. Ez mondjuk feltételezi, hogy megvan a Ragnarok DLC is, mert ha jól emlékszem, abba került bele ez az Accomplished Hero, amit hogyha bepipálunk, akkor egyből egy 40-es szintű hőssel kezdünk a Ragnarok DLC elején, tehát rögtön így nekivághatunk az új kalandnak, és ez jó lesz arra is, hogy mondjuk az Atlantisos küldiknek is nekivágjunk, de nem jól magyarázza a játék, hogy hogyan is lehet nekivágni, úgyhogy így gondoltam, megmutatom ezzel. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Arra most nem törnék ki külön, hogy megvan-e a Ragnarok DLC valakinek, vagy nincs. Ennél a pontnál szerintem én így feltételezem, hogy megvan, vagy meg lesz. Elvégre nem egy olyan méregdrága tételről van szó, és alapvetően úgy gondolom, hogy így az egész egy nagy csomagként így egy nagyon jó befektetés. Szerintem mind a mai napig. Na, szóval itt volnánk a Ragnarok DLC elején, és akkor innen kell majd átmennünk szépen az új helyszín, és akkor mutatom, hogy lehet. Alapvetően kétfajta módon tudunk nekivágni az Atlantisos contentnek. Az első, hogy végigverjük az Immortal Throne-ig bezárólag a játékot, és akkor az Immortal Throne elején Rodosban lesz majd ott a parton egy csávó, akivel ha beszélünk, akkor áthajóztat ide minket. Vagy pedig a másik verzió, amit most láthattok, hogyha már megvan a Ragnarok DLC, akkor itt a városka elején kimentek szépen ide, itt lesz egy portálkapu, abba bementek, majd kijöttök belőle, és akkor szintén az Atlantisos content elején landoltok. Illetve hát ez, hogy egy 40-es karakterrel ide szépen kicsaplattok, és akkor szépen bementek a portálba. Na, és akkor röviden, tömören elmondanám, hogy mi is ez a Titan Quest azoknak, akik esetleg még nem ismernék a játékot. Ez egy akció szerepjáték hack and slash, gyakorlatilag olyan, mint a Diablo. Na, itt vagyunk a Tartarusban, és akkor innen megyünk vissza szépen ebbe a portálba, és akkor ez egyből az Atlantisos contentbe vág minket. Ez nem tudom, hogy hiba-e, vagy sem, minden esetre működik. És egy gyors módja annak, hogy a frissen kreált, boostolt karakterrel egyből az Atlantisszal kezdjünk. Na, szóval Titan Quest egy Diablohoz hasonló hack and slash kalandjáték, szerepjáték, és görög mitológiai, és aztán majd később egyiptomi, távol-keleti, és a Ragnarok DLC-vel pedig északi mitológiát is magába foglalja. Egy nagyon szépen kidolgozott, szerintem mind a mai napig jól kinéző játékról van szó, és gondoljátok bele, hogy ez 2006-os. Tehát 2006 óta ez a játék többé-kevésbé így néz ki, egy kicsit azért húztak a grafikán így egy-két shaderrel, meg nagyobb felbontással, meg egy kicsit így a kezelőfelületet is így modernizálták valamelyest, de alapvetően ez a játék így nézett ki 2006-ban, és hát én így ledobtam az államat, és nem véletlenül nekem személy szerint látványra,
hangulatra, ez a játék magasan verte a Diablo 2-t. Igen, verte a Diablo 2-t, tehát nekem sokkal jobban tetszett ez a játék annó, meg most is, mint a Diablo 2. Jó, persze a Diablo 3-hoz képest már azért nem annyira szép, de a Diablo 2-höz képest szerintem torony magasan veri kinézetbe legalábbis a játékot. Többet is játszottam vele annak idején is, mint a Diablo 2-vel. Nem tudom, nekem ez jött be. Görög mitológia, egyiptomi mitológia, istenek, mindenféle mitikus lények, és maga az egész játékmenet. Ami még érdekes, hogy hogyan lesz egy kasztunk, és ez a játék szerintem ebben a tekintetben is újított és egyedülálló volt annak idején, meg szerintem valamennyire már most is. Itt van nekünk két kiegészítővel, tehát Immortal Trónnal és a Ragnarokkal együtt 10 darab mastery, és ezek közül választunk egyet, majd egy pár szinttel később még egyet, és a kettőnek a metszete adja ki a kasztunkat. Magyarán szólva, hogyha én azt mondom, hogy a Warfare, és mellé másodiknak egy Defense talentet adok, akkor az lesz a Conqueror. De hogyha azt mondom, hogy most mind a kettőt visszanyomom, még az elején ilyet lehet, hogy választok egy vadászatot, és mellé mondjuk egy nature-t, tehát ilyen druida, az lesz a ranger, és nekem egy ilyen ranger-öm van. És ez nagyon-nagyon ötletes. Gyakorlatilag így 10 a 10-en kombináció, a duplikációkat ki kell vonni, tehát gyakorlatilag olyan 50 körüli kaszt van így a játékban, és mindegyik kicsit egyedi, sajátos játékstílust, és gyakorlatilag saját kasztot eredményez, és ez annyira, de annyira sok újra játszhatóságot ad a játéknak, hogy nagyon-nagyon kevés játék tudja ezt ilyen szinten überelni. Na, és akkor térjünk itt rá az egyik újítására is az Atlantis DLC-nek, ez pedig nem más, mint az új late game talentek. Itt ugye 32-ig szólt eredetileg a talentfa, amit itt szépen így kirakunk, töltjük, és közben minél magasabbra töltjük ezt a csíkot a szélén, kapunk mindenféle bónuszokat a statjainkhoz, és megnyitjuk ezeket a perkeket, amikre szintén pakolhatunk pontokat, és ezek ilyen late game perkek, mindegyik kasznak megvan a saját kis late game ilyen talent perkje, és akkor ezek közül így válogathatunk, hogy mit szeretnénk csinálni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy úgy általánosságban nem ilyen kötelezően kirakandóak ezek, viszont a legtöbb kasz számára valami hasznos, valami korábban hiányzó dolgot igyekeznek pótolni az adott kasztból. Van egy-kettő, amit nem igazán értek, vagy nem igazán érzek fontosnak, vagy használhatónak, de ugyanakkor van egy-kettő, ami meg kifejezetten jó és használható lehet. Úgyhogy ezek a late game skillek azok, amik így egyrészt érkeztek az Atlantisban, másrészt, most akkor így átváltok a másik karakteremre mindjárt, de még előtte, az imént mutatott portál, tehát gyakorlatilag az a Diablo 3-nak a Rift rendszerét próbálja meg mímelni, kicsit lebutítva. Tehát azt tudni kell a Titan Questről, hogy a játék statikus. Magyarán szólva nem random generált kazamata rendszerekből építkezik, és akkor akárhányszor indulsz neki, egy-két konstans helyet leszámítva mindig random lesz, hogy hogyan épül fel a kazamata, hanem konstans, állandó. És ennél fogva szerintem tök jól ki is van dolgozva, és gyakorlatilag újra és újra ugyanazokat az útvonalakat fogjuk bejárni. Itt persze lehet vitatkozni, hogy valakinek ez nagyon repetitív, és az is lesz egy idő után, és tekintve, hogy ez a játék arról szól, hogy újra és újra vágjál neki a kalandnak, és százszor csapjál le bizonyos bosszokat, hogy hát, ha kidobják azt a bizonyos lootot. Igen, de ez nekünk annak idején nem volt érdekes módon probléma. Lehet, hogyha velem van a baj, de én nem éreztem problémát, és most sem érzem annak, sőt, kifejezetten örülök neki, hogy van egy idő után helyismeret. És ez a Tartarus, ez egy ilyen random összerakott kazamata, ahol egyre nehezebb és nehezebb ellenfeleket kell lecsapnunk, és a végén van egy boss, és hogyha egyre többször csapjuk le, egyre nehezebb fokozatokon, egyre jobb lootja lesz, vagy egyre nagyobb esélye lesz a jó lootnak a bossból, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen late game farmolás. Majd mindjárt megmutatok egy ilyet. Illetve itt van ez a kis
Lootbox árus. Igen, 2019-ben is nem hiányozhat ebből a játékból sem a lootláda, de azért egy nagyon korrekt módon van implementálva. Gyakorlatilag a játékban itt elverhetjük a nehezen összeszedett millióinkat ilyen kis gömböcökre. Minél magasabb nehézségi fokozaton játszunk, annál nagyobb és drágább gömböket vehetünk, amikben értelemszerűen jobb lootok is lapulhatnak, de ilyen teljesen random jelleggel. És ez igazándiból annyi, hogy elverjük a játékban a összeszedett pénzünket, és ennyi. Tehát se több, se kevesebb. Oh yeah? Na lássuk, van valami használható? Nem, semmi használható, nincsen. Jó, kösz szépen. Akkor akár mehetünk is tovább, és akkor szerintem a Ranger Karimmal fogom folytatni nektek. Másik újítás, itt van ez a kis karavános, akinek, tehát gyakorlatilag ő így a nagy inventorink, de itt van egy ilyen transfer rész, ahol a karaktereink között tudunk cuccokat így átküldözgetni. Erre régebben egy addon volt a játékhoz, ami egyébként így a játékmentést bizonyos szempontból korrumpálta is, tehát így hivatalos játékokat nem tudtunk utána vele játszani. Ez nem, tehát kicsit csalás, de ne úgy gondoljatok rá, mint valami vírus vagy, hogy tönkretenné. Egyszerűen csak így egy megoldás volt arra, hogy az inventory managementet kezeljük. De most ez itt már beépítésre került, illetve van egy ilyen enchant relikvia rész is, nagyon sok helyjel, ahol szintén ezt a sok enchantot fogjuk tudni könnyebben menedzselni a karaktereink között. És ez is egy tök jó és kellő újítás. Na jó, megyek vissza a Ranger-ömre gyorsan, és akkor vele fogunk szerintem csapatni egy ilyen Tartarus ránt, vagy Tartarosz. U-val írja a játék, de én mindig Tartarosznak hallottam, vagy legalábbis úgy emlékszem rá. Jó, itt van lenne a Ranger-ömmel, gyorsan portálozok is. Na, emellett igen, itt vannak a különböző aktok, tehát Görögország, Egyiptom, Távol-Kelet, itt a Hádész, ezt ebben a karakterrel még nem nagyon csináltam meg, illetve itt a Ragnarök, és végül az Atlantisos szekció, akkor ide be is portálozok. Hát látjátok, tehát van egy komplett ilyen kampány is a játékban, tehát az Atlantisos régió nem olyan nagy, tehát nincs olyan sok portál benne. Nekem a tapasztalatom az volt, hogy egy olyan bő 2, de legkésőbb 4-5 óra alatt végig lehet kényelmesen menni rajta. Azt azért hozzátenném, hogyha valaki ilyen frissen generált 40-es karival tolja, hogy azért érdemes előtte felgírezni valahonnan a karinkat, mert ugyanis itt az ellenfelek már keményebbek. Elég kemények, tehát így az adott nehézségi szinthez mérten ilyen late game keménységre kell gondolni, tehát ilyen vendoros gírben nem feltétlenül fogtok tudni helytállni egyből, vagy csak nagyon-nagyon nyögven elősen, úgyhogy érdemes előtte vagy a korábbi aktokból gírt szedni, vagy pedig más kariktól így benézni, vagy áttranszferálni a gírt. Na, itt volnánk, van itt két vendor, az egyiknél újra talentezhetünk. Jaj, hát ez az újra talent is. Tehát emlékszem, tehát Diablo 2, emlékeztek, aki emlékszik rá, hogy ott nem volt retalent. Tehát ami skillt kiosztottál, az úgy marad. Tehát így ötször meg kellett gondoljál, hogy mire raksz skillpontot, és például a Titan Quest ebből a szempontból is újított, hogy megadta nekünk a retalent luxusát, és már ebből a szempontból is sokkal király volt, hogy nem elég, hogy választhatunk a különféle masterik közül, amik ilyen 50 körüli kaszt kombinációt adnak ki, de még azokon belül is megadja nekünk a lehetőséget, hogy kísérletezgessünk a különféle buildekkel. Szóval egy ilyen játékról beszélünk. Na, itt most a feladat, hogy 5 percünk van kitakarítani ezt a random generált részt, így meg is jelentek így az ellenfelek, úgyhogy én megyek is írtani őket. Kb. Olyan 30-50 ellenfél van egy ilyen taraktusba, és ezt 4-szer kell lejátszani, és az 5. pedig a boss lesz, akit hogyha lecsapunk, akkor a végén dob egy gömböcöt, és ott oldalt írja, hogy milyen módosítók vannak éppen érvényben. Ezek mindenfélék lehetnek, amik az ellenfeleket segítik, vagy esetleg minket hátráltatnak, vagy esetleg mind a kettő. Tehát így ilyesmikbe kell gondolni, és akkor ez egy ilyen folyamatosan változó, folyamatosan nehezedő kihívás, gyakorlatilag a late game-re
máskor nem igazán tudom elképzelni. Nem, itt nem dobnak lootot, tehát ebből is nagyon hasonlít a riftekre, illetve így random az összes aktból szemezget, hogy milyen fajta ellenfeleket dobál nekünk a játék. Egy dolog viszont, hogy a pálya bár kicsit randomizálva van, de olyan szempontból statikus itt is, hogy ezt a fajta pályadizájnt fogjuk nézni mindörökké. Tehát ezt az alvilági, csontos, ilyen kénköves poklot. Holott a játékban aztán tényleg nagyon-nagyon-nagyon változatos, hogy milyen zónákban, milyen helyszíneken járkálhatunk. Kicsit sajnálom, hogy ezt így nem dolgozták ki jobban, mert akkor úgy tényleg király lett volna, illetve ami tapasztalatom az, hogy kicsit a loot az, hogy is mondjam, vissza van fogva itt nagyon. Nem kicsit, nagyon. Szóval leöljük a bosst, ami nagyjából egy olyan 15-20 perc, attól függően, hogy mennyire vagyunk ügyesek és jól öltözöttek. És alapesetben ott írja is, hogy 15,8% esélyünk van arra, hogy a boss dobni fog valami jobb cuccot. Na most, ez így elég kevés. Nagyon is kevés. De, ha nem lootoljuk ki a bosst, hanem megyünk még egyszer 5 kört, akkor ez duplázódik. Magyarán szólva, egy olyan 6 kör alatt gyakorlatilag 100%-os esélyünk lesz egy jó útra, de most az 6x20 perc, hát cirka olyan 1,5-2 óra, attól függően, hogy ki mennyire gyorsan tud haladni. Na most ez alatt az idő alatt inkább, nem tudom, megyek végig a kampányon és csapom le a ritkán bosszokat, hogyha már megvan a játék, tehát megvannak a portálok, akkor úgy gyorsabban lehet haladni, gyorsabban el lehet jutni a keményebb bosszokhoz, akiknek a loot táblája is jobb. Úgyhogy én személy szerint már inkább egy olyan megoldást preferálnék, de itt van ez a játékmód is már. Nem mondom, hogy rossz, sőt kifejezetten üdítő lehet egy idő után, de szerintem a loot rendszerén még lehetne húzni. Azt nem mondom, hogy kicsit egyhangúabb ez a pálya egy idő után, ez a pálya is. De alapvetően nem egy olyan rossz dolog, hogy egy ilyet is beraktak. Csak még lehetett volna rajta dolgozni. Új gír is van a játékban egyébként. Arról nem nagyon tudok még nyilatkozni, mert nem nagyon esett ki nekem semmi. De alapvetően sok új szerkó is érkezett. Aztán a későbbi szinteken megjönnek a durvább ilyen egyedi kinézetű legendás holmik is. Úgyhogy azok az igazán érdekesek meg. Hát azokért farmolnak a népek. Ugyanúgy van több játékos mód, illetve most már, ha jól tudom, nem 4-en, hanem 6-an is lehet egyszerre csapatni. Tehát aztán 2-vel megnövelték akkor így a multiplayer limitet, ami szintén nagyon nagy királyság, és 85-ös lett a maximális szintkorlát. Úgyhogy röviden és tömören ennyit tud az Atlantis kiegészítő. Ennek megfelelően is van beárazva egyébként, szóval olyan 15 euró környékén mozog, ha pedig az egész Titan Quest csomagot akarjátok, az olyan 55 euró, tehát még 60 euró alatt vagyunk bőszem. És akkor azért az összes mind a három kiegészítő és az alapjáték is benne foglaltatik. Jó, ez is kész, akkor mehetünk tovább, még akkor 2 ilyen takarítás, és utána jöhet a boss. Útközben meg nyakalom a potikat. Hoppá, a farkasaim viszont elhaláloznak. Igen, tehát hogy az aktuális nehézségi fokozat vége felé, ha csak nincsenek tökik kitalentelve a petek, akkor azok elég halandóak. Ha csak nem egy ilyen full petes build-el mész, van olyan is egyébként, tehát hogy most itt nekem 3 farkas idézhető, plusz még egy ninfa. Igen, és de ez tök jó, mert így akkor látjátok, hogy mennyire változatos lények vannak ebben a játékban. És így mindegyik a görög mitológiából táplálkozik szinte, vagy különféle mitológiákból inkább van. Egyiptomi, távol-keleti, ázsiai, hoppá. A stun az nem tesz jót az arcbőrnek. Remélem nem reszettálja le a progresszt. Na és hova dob vissza? Ó, van egy sejtésem, hogy hova. Igen, jó messze. Jó, nem baj, jövök. És újra. Remélem megjegyezte, hogy 3-nál járunk. Mert akkor kicsit szomorú leszek, ha nem. Igen, így az aktok között járkálok most éppenséggel. Gyorsan a buffokat föl.
nimfát megidézni. Mondom, megidézni. Attól tartok, hogy akkor így lereszett által, és akkor megint előről. Aha, megint előről. Elméletileg itt van egy ilyen portál, de ezt nem aktiváltam be. Na, hát akkor ez a projekt most egy kicsit így elhalt. De minden esetre itt van nekünk egy 13 éves játék, ami így 2017-ben is kapott új contentet, és megnézvén így a Ragnarok DLC-t, valószínűleg tartom, hogy még nem az utolsó, tehát én látok rá esélyt, és itt van a játék, gyakorlatilag nagyon jól öregedett, mind a mai napig, játszható, szépen néz ki, és nagyon-nagyon sokáig szórakozást biztosít a játékosoknak. Gyakorlatilag ez minden, amit egy játéktól kívántunk, és ez mennyire szembe megy avval a korszellemmel, amivel mostanság így a legtöbb játékot készítik. Magyarán szólva, megvan az alapjáték, abból számos funkciót kivettek, mert hogy majd DLC-ben, mert hogy majd kozmetikai extra, mert hogy majd mikrotranszakció, és akkor kapunk egy ilyen kvázi kész, esetleg majdnem félkész terméket, amiért még elvárják, hogy a 60 eurón felül további 25-30 vagy másik 60 eurót fizessünk ki, és akkor úgy lesz nagyjából teljes az élmény, vagy még úgy se. És akkor ezzel szemben itt van, ja, és arról nem is beszélve, hogy játszol vele fél évig, egy évig, aztán kész, kifúj. És akkor itt van ez a játék, és 13 év után is itt van, létezik, van iránta kereslet, és van akkora kereslet, hogy a készítőket ez motiválja arra, hogy újabb kiegészítőt készítsenek hozzá, és dolgozzanak a játékon. Persze tökéletes nem lesz, mint ahogy ugye ezt a 13 éves alapmotort nem lehet a végtelenségig fokozni se, anélkül, hogy újra ne írják a játékot az alapjaitól kezdve, de nagyon szépen kis, apró módosításokkal, fejlesztésekkel továbbra is korszerű a játék és élvezetes, és ez a legszebb benne, hogy 13 év után úgy, hogy gyakorlatilag a játékot kenem, vágom és kismilliószor láttam és végigcsaptam, most is élvezettel megyek rajta végig, és kezdek egy új kaszt, vagy esetleg egy régi kasztomat megpróbálom újra megkreálni, esetleg új lootokkal felszerelni, és ez egy igazán jó időtálló játék ismerve. Úgyhogy én személy szerint továbbra is csak ajánlani tudom, ez a kiegészítő nem annyira tartalmas, mint mondjuk a Ragnarök, vagy az Immortal Throne, de ennek megfelelően is van beárazva, és ha valakinek ez oké, akkor nyugodtan. Tehát egy pillanatig se gondolkodjon abban, hogy ne próbálja ki. Főleg, hogyha nosztalgiázna szeretne, vagy korábban is játszott az Immortal Throne-nal, illetve a Titan Quest-tel, vagy esetleg tavaly előtt a Ragnarokkal, mert akkor ez egy nagyon jó kis kiegészítője lett. Kicsit sajnálom, hogy nem érkezett egy új Mastery a játékba, mert az még nagyon fel tudja dobni. Úgy, ilyen óriásiak lettek ezek. Óriás démonok. Jó, harmadik kutyuládé. És ezek ilyen életszívó démonok ráadásul. Hál' Istennek azért jól vagyok fegyverkezve. Ez egyébként mindig a szintünkhöz igazodik, tehát hogy itt mindig velünk egy szintű vagy annál magasabb szintű lények lesznek. Hú, te nagy dög vagy. Úgy innentől kezdve szerintem mindent elmondtam, amit akartam. Most már a maradék pár percben megpróbálom végigverni ezt a kazamatát, és akkor megöljük a boss-t. Valahol még vannak, vagy kellene legyenek. Igen, valószínűleg ott lesznek a túlparton valamerre. De addig nem tudok kimenni, amíg az összeset le nem gyilkoltam, és nem mindig jelzi a térkép őket. Tehát van olyan módosító, ami konkrétan elrejti a mobokat a térképen. És akkor keresgélni kell. Arra minden esetre jó, hogy XP innen is jön, tehát hogyha valaki már nagyon unja a farmást, akkor itt farmolhat loot nélkül, vagy relatíve loot nélkül. Kimásznak a földbe. Ezek amúgy is nagyok lennének, na most így aztán... óriás hangyemberek. Jó. Jó, még egy kör, és akkor megyünk is a bossra. Aránylag jó sok potim maradt, úgyhogy nem félek. Na, addig megidézem a nimfát. Na, itt mi a pálya?
Ó, az ellenfelek visszaverik a sebzést, az nem olyan jó. És több idő telik el, amíg újra használhatom a potit. Ó, az se jó. Aztán még a bossnál ki tudja, hogy mi lesz. És még mindig telik az idő. Azok meg ott nyilaznak. Jó, hát én itt most nagyon számítok a petekre, hogy ők darálják be ezeket a reflektálós pókokat, meg egyéb dolgokat. Pókemberek. Kis pókok, nagy pókok, démonok. Jó, ott van még pár pók. Jó, azok hál' Istennek nem jönnek el hozzá, nem jutnak el hozzám. Annyit nem élnek. Viszont a sebzés visszaverés az fáj. Ott is van egy pók. Oké. Jó, és még ez a pár pók itt. Jó, és mehetünk a bossra. Ha megtalálom a kaput. Jó, és utolsó. Csökkent a támadási gyorsaság, és energiát szívnak az ellenfelek. Hát ez még vicces lehet. Mindegy, potival betárolok, az a biztos. Na jó, akkor jöhet a fő ellenfél. Erre elsütök mindent. Támadás! Hoppá! Hopp! Hát ez agyonverte a kutyáimat. Jégeső! Tűz! Meg mindenféle, tehát hogy ez így az összes elementállal játszik. Meg így jégvihar. És ez rám esett. Jó, ez el ne találjon. El innen. Jó, ezt nem szeretem, ezt a villámcsapás támadását. Jó, kicsit legyengítjük. Jújjújjújjújjújj, leszakad az ég. Jó, a kutyák azok gyilkolják? Jó. Hány kutyám van? Ó, ott a kis elementálja. Elfogyott az energiám. Na, megvárom, hogy így a villámokat kiküldje. És akkor majd így kezelésbe veszem még, csak a villámokat ki kell kerülni. Oké, ez a tűz. Jó, ott jönnek a villámok. Jó, most! Jó, ne essen a fejemre jég. Ah, és az az elementál ott kitankolja. Igen, ez sokat sebez. Jó, mindjárt lemegy. Meghaltál? Ez az. Hopp, na most nem meghalni. És győzelem. Na, és ezt most kilútolom, hátha. És nincs benne semmi, csak egy kis pénz. Abból meg úgyis annyi van, mint a tenger. Titan Quest Atlantis, hölgyeim és uraim, egy 13 éves játék még 13 év után is tud újat mutatni, és erre egy nagyon jó példa ez a kis DLC, avagy ahogy régen hívtuk, kiegészítő. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Titan Quest Atlantis, én ajánlani tudom, és köszönöm szépen mindenkinek, hogyha idáig eljutottatok, akik támogatnak, és hogyha ti is úgy érzitek, akkor a Patreon, illetve a YouTube csatorna tagság is előttetek áll. Én búcsúzom, sziasztok!